Idén is a Nemzeti Adó és Vámhivataltól érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó fizetésére kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Idén az adót kerekítés nélkül forintban kell megfizetni, hívta fel a figyelmet a megyei sajtóreferens. Barlai Krisztina kiemelte, hogy azok az adózók, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adóösszege, értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre. Ezek a dokumentumok az elektronikus tárhelyre fognak érkezni. Azoknál az adózóknál, akiknél nincs ilyen elektronikus elérési lehetőség, ők postán fogják megkapni a hivataltól az iratokat. Azok az adózók, akiket egész évre adómentesség illet meg, sem határozatot, sem értesítőt nem fognak kapni. A kötelezettségnek a befizetését lehet teljesíteni utalással vagy csekken. Aki pénzforgalmi számlanyításra kötelezett, neki kötelező az utalással teljesíteni a kötelezettséget. Nagyon fontos, hogy utalás esetén a közleményrovatba mindenképpen szerepeljen az adószám vagy az adóazonosítójel. A gépjárműadó első részletét március 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. A határidőkre azért érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget. A NAV egyébként a tavalyi évben vette át ezt az adónemet az önkormányzatoktól, azonban a változás után országosan több tízezren továbbra is a megszokott önkormányzati bankszámlaszámra utalták az összeget. Az adóhivatal viszont egy külön számlát tart fenn erre, belföldi gépjárműadó bevételi számla néven. Az a természetes személy, aki nem utalással szeretne fizetni, február 15-től már kérhet csekket is. Ezt SMS-ben teheti meg a csekk szó, majd szó közután az adóazonosító jel beírásával és elküldésével. A benyújtott igényre két csekket postáz a NAV a bejelentett lakcímre vagy tartózkodási helyre.